Igen, és nem is hoztunk demót. Vagy hát hoztam, mert végül is csak egyedül tudtam eljönni. Sziasztok! Én Macek Balázs vagyok. És röviden elmondom, hogy mivel foglalkoztunk itt az elmúlt pár hónapban. Mi egy wearable-t kezdtünk el fejleszteni. Annak érdekében, hogy az embereket összekössük dolgokkal, meg más emberekkel. Jó, mi ez az egész? Ha azt mondanám nektek, hogy okos karkötő, akkor mindenki arra gondolna, hogy egy fitness trackert fejlesztünk, amiből van egy csomó, és fitness trackert fejleszteni nem annyira király. Szóval igen, egyrészt egy hardware cucc, amiben van egy csomó elektronikai alkatrész, meg minden, de mi sokkal inkább szeretünk erre a Rabbitre úgy tekinteni, mint egy kommunikációs platform, ami segítséget nyújt arra, illetve azt a problémát próbáljuk megoldani, hogy az emberek hogyan tudnak adatot cserélni on the move, vagy on the go. Visszafelé mentem. Miért csináljuk ezt, és miért gondoljuk azt, hogy érdemes ma Magyarországról így egy hardware startupot elindítani? Inkább elmondom azt, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy nekünk ezt meg kell csinálnunk, és akkor talán kicsit közelebb kerül mindenki ahhoz, hogy mi ez az egész. Engem márciusban a Pazer Zoli, másik co-founder megkeresett avval, hogy van egy nagyon jó mobil alkalmazás ötlete, és hogy ehhez fejlesztőt keres. És egy közös ismerősünk beajánlott neki, hogy én mobilfejlesztő vagyok alapvetően, vagy hát szoftvermérnök, és hogy esetleg beszéljen velem, mert én nyitott lehetek ilyen dolgokra. Ez a SkillTag, ez egy arról szóló alkalmazás volt, hogyha az ember elmegy egy bármilyen rendezvényre, mondjuk egy ilyen meetupra, mint ez, és tudja, hogy ő olyan Java-fejlesztőt keres, aki mondjuk ért a PHP-hoz és dolgozott már Gitben, akkor ezeket a skill-eket így összeéseli, vagyolja a rendszer, és akkor kidob neki egy listát, hogy ki az, akivel érdemes ott most este beszélnie mindenképpen. Ezt el is kezdtük fejleszteni, és pár hónap alatt elkészült a prototípus, és épp elkezdtük volna így vinni rendezvényekre, meg így mutogatni embereknek, meg mindent. Mikor rájöttünk, hogy egy tök jó feature lenne az, hogyha két ember egymásra talál, akkor utána így az NFC-s telefonjukat összeérintik, és akkor kontaktot cserélnek. És ez milyen jó, hogy nem kell beírni kézzel 80 embernek a telefonszámát, meg mindent, hanem egyszerűen csak így összeérjük a telefonunkat, és akkor tök király. Úgyhogy csináljuk meg NFC-vel, és az Androidon tök egyszerűen meg is lehet csinálni. Igen, ám, de hát aki már dolgozott itt esetleg NFC-vel, főleg mobilon, az tudja, hogy ezzel mi a probléma. Az, hogy az Apple nem szereti az NFC-t, vagy hát legalábbis most már van az iPhone 6-ban, de igazából nincsen. Szóval ez a megoldás, ez így nem működőképes. Viszont arra jutottunk, hogy ez a probléma, maga a kontaktcsere, az egy sokkal izgalmasabb téma és egy sokkal nagyobb pain, mint az, hogy te egy rendezvényen megtaláld azt, hogy kik azok az emberek, akikkel beszélhetsz. Hogy azt mondtuk, hogy akkor érdemes csinálnunk egy olyan hardware-t, amivel meg tudjuk azt csinálni, hogy bármilyen telefonban legyen NFC chip. Ezt el is kezdtük így tervezgetni. Hát én igazából ez tök mázli, hogy én véletlenül pont NFC-ből írtam a diplomamunkámat. Úgyhogy így nagyjából így el tudtam képzelni, hogy ez hogyan működne egy ilyen cucc, hogy NFC-n beolvassa a másik usernek az ID-ját, az Bluetooth-on elküldi a telefonnak, az pedig fölküldi a szervernek, és itt örülnek egymásnak, hogy egymásra találtak. Viszont, hogy ezt kitaláltuk, és rájöttünk, hogy ha ezt a hardware-t megcsináljuk, akkor a kontaktcsere az ennek igazából egy tök kis része annak a potenciálnak, ami ebben a hardware benne van. Szóval most már a kontaktcsere az igazából továbbra is az első számú pilotunk, hogy úgy mondjam, tehát a kézzelfogható alkalmazások közül az a fő csapás, ami most dolgozunk. Viszont mindenképpen egy sokkal tágabb víziót képzelünk már el magunk elé. Hogyan működik a cucc maga? Van benne ugye egy NFC chip. Miért NFC chip van benne? Egyrészt azért, mert az NFC-vel lehet úgy kommunikálni egyszerűen, hogy érintéssel. Ugye ez van a PayPass-ba, meg ezt használják egy csomó mindenre, és az NFC-nek az egyik előnye, hogy szabványos, és az, hogy nem csak két karkötő tud egymással kommunikálni, hanem karkötő és NFC-s androidos telefon, karkötő és NFC-s passzív tagek,
Szóval ez tök jó skálázható és kiterjesztető másokra is. BLE-vel kommunikál a telefonoddal, tehát nem meríti se a telefonnak, se a saját aksiját nagyon. Nincsen rajta touchscreen, ez több szempontból is fontos. Egyrészt azért, mert akkor operációs rendszert kell írni hozzá, sokkal gyorsabban lemerül, nagyon sok kérdés merül fel, és rohadtul megdrágítja magának a készüléknek az árát. Rescue motor viszont például van benne, meg ledek, amik mindenféle patternben villognak, és így mondják el a usernek, hogy mi történik épp a telefonján. Lesznek benne fitness tracking funkciók, hogy ne kelljen az embernek dönteni a fitness tracker karkötője és a Rabbit között, hanem ha már úgyis van egy karkötője, akkor legyen egy karkötője és kész. És ami az egyik legfontosabb szerintem az, hogy lesz hozzá egy SDK. Ezt azért tartjuk mindenképpen nagyon fontosnak, mert úgy látjuk, hogy az emberek, illetve hát a fejlesztők elkezdték magukból kiokádni a wearable device-okat. És mi azt gondoljuk, hogy ennek az egész történetnek az lesz a vége, hogy fog kell lenni egy olyan wearable device, amivel nagyjából mindent meg lehet csinálni. És ez csak úgy lehetséges, hogyha lehetőséget adunk mindenféle fejlesztőknek ahhoz, hogy használják a mi megoldásunkat az ő megoldásukba integrálni. Tehát például, hogyha a Facebook azt mondja, hogy én úgy szeretnék friend requestet küldeni, hogy két ember összeérít a karkötőjét, akkor tessék 6 sor kód és készen van. Hogyha az Audi azt mondja, hogy én az új autómat szeretném Rabbittel indítani, akkor tessék, mit tudom én, hogy hány sor kód, és akkor meg van csinálva. Hogyha az Eventbrite azt szeretné, hogy legyenek olyan matricák, amihez hozzájönti a karkötőjét és becsekol az adott eventre a user, akkor szintén egy nagyon egyszerűen meg lehet csinálni. Tulajdonképpen ennyivel készültem volna. Ez az első ilyen public speech-em, szóval nem igazán hiszem, hogy sikerült összedni a lényeget, de itt maradok sörténi, úgyhogy... Igen. Ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt az a szerencsénk van, hogy most a kontaktcserére gondolták konkrétan. Az NFC miatt az a szerencsénk van, hogy nem feltétlenül kell két Rabbit, hanem hogyha mondjuk elmegyünk egy konferenciára vagy egy meetupra, mint ez, akkor kioszthatunk fillérekbe kerülő ilyen karszalagokat, ami ugye mindenkinek van a kezén most is, amiben benne van egy passzív NFC tag, ami szintén fillérekbe kerül, és az aktív Rabbittel rendelkező karkötős emberkék be tudják olvasni azokat a tegeket. Ez egyik fele. A másik fele pedig az, hogy az értékesítés során az első körben legalábbis mindenképpen célzottan egy területre próbálunk fókuszálni. Lehet, hogy nem is B2C, hanem B2B értékesítés lesz első körben. Igen? Van működő prototípusunk, most persze az, hogy működő prototípus, az egy elég tág fogalom. Amikor elkezdtük csinálni a cuccot, akkor úgy döntöttük, hogy egy Arduino-val indulunk el, és ahhoz két ilyen plusz shieldet csinálunk, azért, hogy tudjuk, hogy a hardware jó, és a firmware-t megírjuk rá. Ez megvan. Most megcsináltuk azt, hogy a firmware-hez csináltunk egy saját hardware-t, ami már ténylegesen karra helyezhető. Tehát most tulajdonképpen van egy nem túl szép, nem túl kicsi, de végül is működő prototípusunk. Most ezt szeretnénk még kisebbre vinni, még jobbá csinálni a firmware-t. Én közben a mobil alkalmazásoknak a UX-ét fejlesztem. Tehát, hogy igen, prototype ready vagyunk, szerintem mondhatom. Igen? Nem, tehát hosszú távon például fizetést tervezünk ebbe beletenni, ha erre gondolsz. Ha ezt szeretnénk, akkor több lehetőségünk van, az egyik az, hogy SIM-kártyát teszünk bele, a másik az, hogy a Bluetooth kommunikációt a telefon és a karkötő között secure-át teszünk. A harmadik az, hogy partnerkedünk valami olyan céggel, aki ezt már megoldotta. Igen? Élettartam. Mondtad, hogy terveztek vele Bluetooth-t. Ez mit jelent, hogy hány órát fog érkezni, hogyha
Minden azon múlik, hogy a firmware-t azt mennyire sikerül jól eltalálnunk, de nagyon reméljük, hogy ez nem órákban érhető lesz, hanem inkább napokban. Sőt, hát igen, ez azért biztos, mert hogyha 3 óra alatt lemerül, akkor sok teteje nincs a dolognak. Jó, hát ha nincs több kérdés, akkor köszönöm a figyelmet, és itt vagyok.